Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke Dunaui városba látogatott kedden. Ahogy fogalmazott, a meghívás lényege az volt, hogy Galambos Dénes a térség jelenlegi országgyűlési képviselője mellett kampányoljon. Dunaui várost előre akartam venni, mert nekünk ez becsületbeli ügy. Talán ebben a stúdióban is elmondhattam már korábban, hogy mondjuk Debrecenből sem könnyű európai modern várost csinálni, meg Szegedből sem, meg Fehérvárból se. De az igazi nagy kihívás az elmúlt 21 néhány évben mégiscsak a nagy szocialista iparvárosainkat érte. És egy Dunaui városból, vagy éppen Tatabányából modern európai várost faragni, az egy emberpróbáló feladata az itt élő lakosságnak is, a Dunaui városi embereknek is, a városvezetőknek is, meg a mindenkori kormánynak. És szerintem Dunaui városban, ha végig tekintünk a városon, meg a fejlesztéseken, meg ami történik, akkor azt kell mondanom, hogy nincs okunk szégyenkezni. Ez egy olyan város, amelynek a esélyeire mondjuk 15-20 évvel ezelőtt kevesen fogadtak volna. Nagy téteket nem tettek volna föl. Itt azért ez egy depressziós hely volt, itt azért messze 10% fölött volt a munkanélküliség, és szerintem az embereket akkor megkérdezték, hogy hogy lesz ebből modern, kényelmes, becsületes európai élet, akkor nem tudtak volna erre valószínűleg válaszolni, de azóta viszont sok víz a Dunán lefolyt. 8 év óta dolgozhatom én is miniszterelnökként ismét Dunaui város érdekében is. És azt kell mondani, hogy sok szép dolog indult meg ebben a városban, és most már mondhatjuk, hogy a városnak van jövője, és Dunaui város az nem egy volt szocialista iparváros, hanem modern európai város. Jó lehetőségekkel. Ezért is kezdtem a mai látogatást egyébként a polgármesternél, hiszen van közöttünk érvényben lévő megállapodás. Még a Modern Városok program sorozatban írtuk alá ezt a szerződést, áttekintettük, hogy mi hogyan áll, és nyugodtan mondhatom a Dunaui városiaknak, hogy a város szép jövő előtt áll. A Modern Városok programnak köszönhetően számos újítás kezdődött meg, és várható is Dunaui városban. Minden magyar városnak van egy-két szívügye. Itt van önöknek ez az épületük, amit a helyiek zöld esztékának neveznek, és amiből szeretnének egy tisztességes épületet faragni. Most megállapodtunk erről már korábban, ez a munka, ez elkezdődött, az rendben lesz. És az élményfürdő is úgy látom, hogy fontos a Dunaui városiaknak, és ha minden igaz, akkor már mondjuk úgy, hogy üzemlátogatás, vagy élményfürdő látogatás, az hamarosan mondjuk egy-két hónapon belül lehetséges, és a normális üzemmód is meg fog majd indulni valamikor május-június környékén. Tehát én fontosnak érzem, hogy ne csak a munkahelyek fejlődjenek, hanem az életminőség is javuljon Dunaui városban, habár mindennek az elejét és teteje és kiinduló pontja, alfája és omegája az a munka. Ezt az itt élők szerintem tudják. Ha van munka, akkor minden van, ha munka nincs, akkor nagy baj van. A miniszterelnök külön hangsúlyozta, a Paks 2 projekt mind a Vasműnek, mind a Dunaui Városi Egyetemnek nagy lehetőség. Emellett egy Dunaui Városi Ipari Parkot is erősen indokolt át ez.